Hungarian cuisine is delicious and a lot easier than we think it is. We would like to introduce the Hungarian classics and prove that cooking is not rocket science. Today we are visiting the region of Dobogókő, where we prepare the ultimate hiking snack, a pulled duck sandwich. Today we will be accompanied by a young freestyle BMX world champion. He's also extremely popular in the social media, but less experienced in the kitchen. He's no other than Zozo Kempf. Jó napot, jó napot! Azért vagány ez a verda. Lassan, de biztosan. Hát figyelj, tiédben legalább van fék. Ennek kimondta, hogy fékezni kell. Az is igaz. Jó, oké. Okay. Hallod a madarakat? Aha. Ugye, hallom. Természet lágya le. Nagyon szép helyen főzünk, gyere, meg is mutatom, jó? Aha. De hozzátartozik. Ez legalább halkan csukódik. Na gyere, rakjuk meg a tüzet. Az igen. Készültem egy sárssal. Azt látom, látom. Úgyhogy... Nem semmi. Lassan a kabátot is le kell vennem, annyira jó idő van itt egyébként. Lehet, hogy ledobhatnád, igen azt. Elmondom neked, hogy mit fogunk készíteni. Milyen lesz ez az igazán extra túra szendvics. Fő alapanyag, a gerincét a szendvicsnek a kacsacomb fogja adni, amit majd szépen miután megsütöttük, le fogjuk húzni a csontról. Közben a lila káposztát meg fogjuk párolni. Amikor már majdnem megvan párolva, hozzáadunk egy kis újhagyma zöldet, ettől színe is lesz, és kap is egy kis ízt, egy kis lilahagymát is belevágunk még, ez megadja neki azt a kis csavart, amire vágyunk. Ízesíteni fogjuk köménymaggal, sóval, és utána jön a legjobb része az egésznek, amikor a kovászos ciabattánkat olívaolajjal meglocsoljuk, megpirítjuk, ráreszeljük a sajtokat, és ezek adják majd meg tényleg azt az igazi fűszeres ízt a végén, amire vágyunk. Nagyon jó hangzik, alig várom már. Lássunk hozzá. Első feladatként arra szeretném megkérni, hogy a kacsát bőrös felével fölfele, tedd valahova ide. Tehát át is akarjuk melegíteni, nem csak az a lényeg, hogy megpirítsuk, jó? Tedd légy szíves mellé a másikat. Viszont látom azért ez elő van készítve, azt hogy csináltad? Nagyon egyszerű a dolog, körülbelül egy olyan órán keresztül, alacsony lángon főztem, cellerrel, répával, karalábéval, tehát egy standard ilyen húslevesben előfőztem. Jó, de ezt mikor csináltad egyébként? Hát bevallom őszintén, ezt tegnap. Na, azt hittem, hogy felkeltél hajnal kettőkor. Dehogy keltem, minek nézel engem? Közben én a káposztát felszelem vékonyan. Ugye azért kell elkezdeni a káposztával dolgozni minél hamarabb, mert azért annak kell idő, hogy megpárolódjon. Szoktál amúgy bármiféle ilyen sült hús készíteni, amihez esetleg ez a zöldség? Hát nyáron azért szeretünk grillezni a haverokkal, annak megvan a maga feelingje. Szerintem biztos, hogy jobb vagy a konyhában, mint én amúgy a BMX-ekkel. Ki tudja egyébként, szerintem egy-két alap dolgot lehet, hogy azért meg tudnád te is csinálni. Hogy csöppentél te bele ebbe az extrém sportvilágba? Hogy jött neked ez az egész? Hát igen, először sok mindent kipróbáltam, úszni jártam, atletizáltam. A foci után eldöntöttem, hogy igazából a csapatsportok annyira nem tetszenek, jobban szeretnék valami egyéni csinálni inkább, és akkor az interneten láttam egy videót, és nagyon megtetszett. Felfedeztem ezt a biciklis extrém világot. Magával ragadott? Kész? Magával. Vége volt? Persze. Minden? Én is valahogyan így voltam a főzéssel, mert a főzés valahol egy csapatjáték, főleg, hogyha egy nagyobb konyhán dolgozik az ember. Közben a káposztával azt csináltam, hogy rátettem ugye a tárcsánkra, öntöttem alá egy kis vizet, hogy ne csak süljön, hanem párolódjon. Megsóztam, megborsoztam, és tettem rá egy kis őrölt köménymagot. Ezt most összeforgatom. Légy szíves, Zozókám, tegyél még egy kicsit a tűzre, mert ugye főzésnek az egyik alappillére a hőmérséklet. A káposztánk az kezd megpárolódni. Kacsával mi a helyzet? Szerinted már megpirult? Az egyik oldal? Kicsit oda is ragadt az öreg. Mert a bőre, nem baj, ez a varázsa, meg az a varázs, hogy a füstöl, csak fél szemmel tudod követni azt, hogy mit készítesz. Igen, ezt érzem, érzem. Itt ezt jól beolajozom neked, jó? Nagyon jó. És akkor mehet a bőrös oldala. Most jön a hagyma, de azt szeretnénk, hogy ne párolódjon meg teljesen, hanem egy kicsit azért érezzük a fogunk alatta, hogy roppan. A legutolsó lesz ugye az új hagyma, amitnek ugye a színét meg szeretnénk őrizni. Amíg a zöldségeink elkészülnek, addig foglalkozhatunk a kenyérrel. A ciabattát keresztbe és hosszába elfelezzük, olívaolajjal gazdagon meglocsoljuk, majd azzal a felével lefelé elkezdjük pirítani. De fontos, hogy közben a kacsáról se feledkezzünk meg. Gyönyörűen megpirult a bőre, hogy ilyenkor rátesszük a káposztára, és akkor a káposztába is egy kicsit belefolyik a kacsában lévő szaft és zsír,
illetve a káposztából feltörő gőz átmelegíti a kacsánkat. Félre is tesszük, picit hagyjuk, hogy kihűljön, most megszórjuk ezzel a gyönyörű szép friss új hagymával. Szépre száll a füst, vigyázzál magadra. Eddig én voltam ennyire támadás alatt, most te vagy, úgyhogy azért ez valamit jelent. Lehet, hogy ez egy jók jó páros, nem ennyi? Kész. Nem csak az étel, de már mi is kellően füstösek lettünk. Úgyhogy itt az ideje, hogy lefejtsük a kacsaúst a csontról és felaprítsuk, amíg meg nem kapjuk a tépett állagot. Ha már a hús is pirul, a ciabattára elkezdjük ráreszelni a sajtot. Elsőként egy fűszeres kecskesajt, aztán egy magyar kézműves kemény sajt. A sorrend persze tetszőleges, lényeg, hogy olyat válasszunk, amit könnyen lehet reszelni. Figyelj, kezdesz profi sajtreszelővé. Azaz. Lehet, hogy még egy világbajnoki cím ott van a visszapillantóba. Kell ez a túra egyébként nekünk? Hogy ne kéne a túra, figyelj, nem igazából a szendvics kell azért, hogy a túrát véghez vigyük. Ez adja meg a hangulatát. Így igaz, így igaz. Nagyon jó. Még van egy utolsó sajt, ami meg egy olasz sajtkülönlegesség, szerintem mindenki ismeri, ez egy parmigiano, reggiano. Ebben a sajtban megtalálható az umami ízhatás, nem tudom, arról tudsz. Umami. Umami, az umami. Azaz. Azaz. Nekem már elég durván összefolyik a nyál a számban, hogyha ránézek erre. Hú, nagyon várom. Várolt káposzta, sült kacsa combi. Állítsuk össze a szendvicset. Jó? Eljött a perc. Fú, de gyere. Jó irányzott mozdulattal. Amikor nem számít rá. És kicsit így összenyomkodod, jó? Nézd meg, Zuzókám, milyen szépen becsomagoltuk. Isten illata van, jó kompakt, azért érezhető a súlyából, hogy azért... Bizony, azért ez komoly adag, komoly kiadós adag. Figyelj, a nap is kisütött, a táskát kipakoltam, úgyhogy jöhet bele a szendvics. Jó! És akkor szerintem induljunk is el a kis túránkra. Vágjunk bele! Na, gyere! Dobogókő and its surrounding areas are full of very popular hiking routes. Na, hova hoztalak? Megvan a spot. Pár méter. Na. Várj, kicsit. Nehogy már most, gyerünk már, hát motiváljon a szendvics legalább. Oké. Okay. It's worth visiting for the breathtaking view and the crispy fresh air, and some even say that the heart of the earth also beats here. Megijesztél, remélem. Nagyon. Én is kicsikét az idő azért szelesre fordult, de a jutalom falat volt a lényeg, úgyhogy egészségedre. Kóstoljuk meg. Egészségedre. During one of his visits, the Dalai Lama stated that the heart of the earth is in all of us, and it's not a certain location.